Annyit kell beleönteni, hogy ki pont túl is csomagjon, mert olyan bőséges volt, a folyjon neki. Hajta ora vezetve a végkár, két rádó, koszkes út és szá, mert sém adonáják rá. Elohénu, merek haurá, se akkor nie bídvaró, se akkor nie bídvaró. Oré, me oré, ha és, oré, me oré, ha és. Habavdír, bén kódes lefol, aráj, aráj, idáj, aráj. Daj, 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 daj. Nem, ezen vettem kántor. Hát szeretettel köszöntünk mindenkit a Bécsálom Zsinagóga tudástárs sorozatában. Ez a harmadik előadás. Az első egy fizikus volt, aki beszélt arról, hogy egy fizikus hogyan tudja ügyet. Tehát a fizika jelenlegi állása és a teremtés történet között van egy korreláció. A második előadónk a Konop Péter volt, aki egy történész, és arról beszélt, hogy a zsidóknak mi volt a szerepe a 19. század, 20. századi politikai mozgalmakban, kiemelten a baloldali politikai mozgalmakban. És akkor a harmadik előadásra pedig azt a témát választottuk, hogy hogyan lehet a holokausztról beszélni a gyerekeknek, milyen korban, milyen módon, és erre kértük meg dr. Ritter Andrea pszichológust, hogy próbáljon meg nekünk segíteni ebben, aki aztán magával hozta Bárdos Katalint, hogy akkor így közösen beszélgessenek erről, úgyhogy szeretettel üdvözlöm Önöket, és meghallgatjuk szívesen, akkor lenne egy előadás, és utána egy beszélgetés, mert hogy nyilván lesznek kérdések. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide, és ez igazi megtiszteltetés. Valahogy úgy képzeltük el Katival ezt az előadást, vagy inkább beszélgetés, hogy legyen ez kicsit interaktív, tehát bármikor, ha kérdésük van, csak nyugodtan kérdezzék meg, mert hogy ne legyen ez egy ilyen hivatalos, nem ez nem konferencia, hanem egy ilyen összedobjuk a fejünket, és arról gondolkodunk, hogy mi is van velünk. Vagy mik is a fontos kérdések az életünkben. Azt úgy képzeltem el ennek a szerkezetét, ennek az előadásnak, beszélgetésnek, hogy először Magyarországon a 80-as évek elejétől kezdve Virág Teréz nevű pszichoanalitikus volt az, aki elkezdett foglalkozni a holokauszt traumákkal és azoknak a következő generációkra történő hatásával. Később aztán ő ezzel foglalkozott, és akkor ez nagyon úttörő dolog volt. Egyrészt a hallgatás övezte a holokauszt történetet, a szocializmus alatt, ugye ezt mindannyian tudjuk. Nem lehetett beszélni róla, az asszimilációval, a követelmény, a politika sem engedte. És hát így az évtizedek után elkezdett erről beszélni, nem is tetszett még a szakmának se igazán, vagy nem mindig. És később aztán mégiscsak ő egyre inkább, egyre tudatosabban ez lett a szakterülete, és kiállt ezek mellett a gondok és pszichés gyógyítás mellett. És egy intézetet, vagyis egy rendelőt alapított, amely a KUT rendelő névre hallgat, és sajnos Virág Teréz meghalt 2000-ben, de a lánya viszi tovább a rendelő. Tehát most azt képzeltem el, hogy úgy gondoltam, hogy egy pár szóban Bárdos Katalin, aki megkértem, hogy jöjjön velem, hogy ő elmondja, hogy mi is az a rendelő, tényleg csak 5 percben, csak azért, hogy legyen egy kerete, egy tudása önöknek arról, hogy ez micsoda. Itt egy gyakorlati dolgokról is lessék szó, ne csak az elméletről, mert sosem lehet tudni, hogy ez mire hasznos. És utána én beszélnék ennek a történetéről, mi is az a transzgenerációs trauma, hol is tartunk ma már a negyedik generáció az, akit nevelünk a holokauszt után, és hogy ebben mik az aktuális, általam elgondolt kérdések. Ezt most nagyon megköszönöm, hogy ez az előadásra felkértek, mert most legalább elgondolkodtam én is a negyedik generációnak a
a kérdéseiről. És harmadik? Hát szerintem. Én ennek utána kívülszintén, szóval megmondom őszintén, hogy negyedik. A gyerekek az a negyedik. Utána kérdeztem erről. Az első generáció, aki túl, tehát ha nem mondanikat teszünk, a másodikat, mert utána született, harmadik és most a negyedik. De hogyha gondolják, akkor át... fogalmazom. Bár én most már így írtam a PPT-t, de jó. És hogy akkor ezzel kapcsolatban én nekem lennének ilyen konkrét gondolataim, ötleteim, és utána pedig beszélgetnék. De mondom, hogy bármikor kérdezzenek, mert hogy biztos lesz olyan, amiben belekérdeznének. És akkor Kati, hogyha volna kedved egy pár szót a kultrendelőről beszélni. Szakmát is, meg persze a családot is, a halála. És amikor ő még élt, akkor nagyon sokat beszélt arról, hogy már ő egy kicsit fáradt, volt, még nagy energiákkal rendelkezett. 70 éves volt, amikor meghalt. És 60 éves volt, amikor ő nyugdíjba küldték a munkahelyéről, hogy gyerekpszichológusként dolgozott, és akkor azt gondolta, hogy valami más területre lép, illetve még gyerekpszichológusként figyelt fel arra, hogy a gyerekek tünetek, tehát voltak olyan gyerekek, akiknél a gyerekek tüneteiben föl tudtak öngyölni a szülők által, szülők-nagyszülők által átért traumát. Igazán az első eset, ahol erre fölfigyel, hogy hogyan adódik tovább a trauma, az egy cigány kislány esete volt, aki éjszakánként fulladt, és hát mi gyerekpszichológusok nagyon gyakran kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mit álmodtak, álmodtak-e valamit, vagy álmodtak-e rosszat. És ez a kislány, ez a cigány kislány elmondta az álmát, ami arról szólt, hogy a zsidókat megölik, a Dunába lövik, és akkor ennek a cigány kislánynak, Emesének hívták, cigány kislánynak a traumatikát. Bocsánat, hány éves volt a kislány? Hát ez fontos. Hát hat. Úgy emlékszem. Hát, hogy a cigányság is elhallgatta az ő cigányságukat, ugye az nagyon sok ugyanúgy, hát sok hasonlóság van, úgy gondoltam a mamával. És hogy kiderült, hogy a Hitler, azt is tudta, hogy Hitler indította el ezt a folyamatot, ez a kislány, és aztán több ilyen eset is szem elé került, ahol már figyelt arra, hogy hogyan lehet összefüggést hozni a szülők által átért, szülők-nagyszülők által átért traumát a gyerek traumájával. Azt figyelte meg, hogy vannak olyan szavak, amik máshogyan hatnak a zsidó családokban, mint a nem zsidó családokban. És azok más szorongással tudják eltölteni. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy a szorongás ragadós. Tehát, hogy át tudjuk adni a szorongásunkat a gyereknek, anélkül, hogy akarnánk. És ilyen szavakra figyelt fel, hogy a füst, a vonat, a gáz, a távol, hogy ezek olyan szavak, amik ez a szülőknek is esetleg félelem szorongást akar, és akkor, amikor például egy úttörő táborban vagy valamely iskolai táborban kell a szülőnek elengedni a gyereket, akkor ő neki összekapcsolódik, úgymond, hogy a tudattalomban összekapcsolódnak ezek a félelmek. Na, erről nem is akarok olyan hosszan beszélni, mert lehet, hogy Andrea is majd erről még beszél, meg még a beszélgetés során sor kerülhet, de akkor először
kút alatt beszélgető csoportokat szervezett a mamám. Ez még nem a, tehát ez még nem a rendelő volt. És olyan beszélgető csoportokat, amit a, ami, ahova a nagyszülőket, szülőket és unokákat várt el, és voltak olyan családok, ahol ott először tudtak beszélni ebben a csoportban a szülők, nagyszülők által átért traumáról. És aztán ebből a beszélgető csoportból nőtt ki, először még csak egy-két helyen működő rendelő, ami persze önkéntesekkel dolgozott, és aztán 1990-ben körülbelül mindenféle alapítványi támogatásokkal sikerült létrehozni a rendelőt, aminek szintén a KUP lett a neve. És hát ez sok minden, tehát az, hogy ezt a nevet találta ki az anyu, ehhez sok minden asszociáció fűzte ő. Az egyik a Tomás Máni mélységes mély, a múltnak útja, és aztán azt ebben a mozaik szóból kitalált, hogy közös út találkozó. Tehát akkor, amikor a beszélgető csoportokat szervezte, akkor ennek is a kút nevet adta, és aztán egy rabbi mondta meg neki, Raj Tamás egyébként, hogy ez a KUT, ez egy héberül is egy mozaik szó, a Kedoshim Tehorim, a szentek és tiszták. És ez aztán nagy, hát hogy mondjam, nem tudom, nem örömmel, csak hogy ilyen nagy ráismeréssel fogadta a mamám. Tehát, hogy ez a KUT, ebben sok minden sűrösödött bele. És ez a rendelő ma is működik, kicsit más feltétel, vagy más módon, mint ahogy ez megindul. Mert viszonylag kevesen vagyunk, akik ott dolgozunk, de valahogy mindig van egy-egy ember, aki amiatt jön hozzánk, mert úgy érzi, hogy ott a helye. És én azt gondolom, hogy addig, ameddig egy embernek szüksége van a kultrendelőre, addig a kultrendelőnek is léteznie kell. Úgyhogy azt hiszem, viszont. Nagyon köszönöm. És hát azon gondolkodtam, hogy egy kicsit áttekintsem a nemzetközi szakirodalmat, de nem tekintem át a nemzetközi szakirodalmat, azért nem, mert Magyarországon vagyunk. Van egy pár mániám. Az egyik mániám az, hogy minden társadalmi berendezkedésben és minden országban ugyanaz a történet másképp hat. Tehát, hogy azért választottam a Virágterészt, és azért hangsúlyozom ilyen hangsúlyt, egyrészt a mesterem volt, és hozzájártam analízisben, másrészt pedig, mert hogy azt gondolom, hogy ő az, aki a magyar viszonyok között élt, aki itt élte túl a háborút, aki utána itt lett pszichológus, és ezen körülmények között használva találta ki ezt a holokausz szindrómát. Nagyon fontosak a nemzetközi irodalmak is, és felfigyelembe kell őket venni, de én azt gondolom, hogy most inkább ezekről fog beszélni. A második részében az előadásnak természetesen pedig arról fog beszélni, amit kérdeztek. Csak azt gondolom, hogy ezt fel kell vezetni. Ahhoz, hogy választ tudjak adni, hogy is kell ezt érteni, ahhoz először el kell mesélnem egy csomó dolgot. Ő a Virág Teréz. Biztos mindenki ismeri, nem? Biztos. Igen, Hermann Imre tanulmány volt, ő pszichológus. Hadd mondjak, hogy ez a 70. születésnapján készült ez a fotó a mamámról. Nálunk ünnepeltük a születésnapját, és valahogy úgy adódott, hogy egy egész hét volt, ami a születésnapja teljében. Tehát ez október 8-án volt, és december 1-én halt meg. Tehát nagyon közel voltam. Közel. Tehát ő Hermann Imre tanítvány volt, Magyar Pszichoanalitikus Iskolának a hagyományai nevelkedett. Ugye a 48-ban a Magyar Pszichoanalitikus Iskolát betiltották egyébként, tehát illegálisan jártak akkor analízisbe. Ez is egy forradalmi tett volt már akkor, ugye a 60-70-es években. Hermann Imre volt az egyik bátor, aki ezt megtette és tovább analizálta az embereket.
Pedig a két világháború között a magyar iskola volt az egyik leghíresebb a világon. Három híres iskola volt, a bécsi, a budapesti és a londoni, és az egyik a magyar volt, a budapesti. Szóval Virág Teréz felismerte azt, hogy a századunkban bekövetkezett súlyos társadalmi traumák hatásai alól a következő generációk sem mentesülnek. Ettől kezdve úgy gondolkodott, hogy az egyén a társadalom egy tagjaként a maga személyes meghatározottságával, mint a származás, a születési dátum, a társadalmi berendezkedés, családtörténet, válhat a traumatizáció egy lehetséges alanává. A kút rendelő is, azt hiszem, hogy ez a hivatalos neve, nem, hogy rendelő a társadalmi traumatizáltakért. Tehát itt nem csak a holokauszt túlélőkre gondol. Ő írta le ezt a magyar viszonyok között, van ennek nemzetközi irodalma is, de leírta a magyar viszonyok között a túlélési szindróma jellegzetességeit. Fokozatosan jutott el a megfigyelésében a neurózis magjához, ahogy ő nevezte, mégpedig ahhoz, hogy a múltban átélt fájdalmak, traumák hogyan jelennek meg a következő generációnak az életében. Azt hiszem, én igen. Mint mondtam, a Magyar Budapesti Iskolának a tanítványa, és éppen ezért ez is nagyon originális, hogy a magyar iskolának a hagyományait követve írta le ezeket a dolgokat. Bálint Aliz volt az, aki az arhaikus anyaság koncepcióját leírta a 30-as években. Ez az egyik nagyon fontos, amiről ma sokat fogok beszélni, és Mérei Ferenc utalás lélektanát. Igen, a társadalmi család egyén vonalán húzódó generál közötti átörökítést kereste tehát, és kiváló érzékkel használta fel és szintetizálta ezeket az elméleteket. Ugye mi is ez az arhaikus anyaság, vagy arhaikus anyai szeretet? Ez egy korai anya-gyerek kapcsolatban, úgy lehet elképzelni, hogy a korai anya-gyerek kapcsolatban ilyen szimbiózisban él a csecsemő meg az anyukája. És ez egy normális, ez olyan arhaikus, összefolyunk a gyerekünkkel. De amikor elkezd fölnőni a gyerek, akkor egyre inkább ez átveszi a társadalom is a szerepét, hiszen bölcsödébe hagyjuk óvodába, aztán iskolába, és már nem velünk van egész nap. És valahogy úgy képzeltem ezt Bálint Aliz, hogy átadja a helyét az anya a kulturális anya szerepnek. És ezt a gondolatot, ezt a nagyon egyszerű és nagyon szép gondolatot alkalmazta a társadalmi traumatizáció esetére is, és mégpedig a holokauszt szindrómával kapcsolatban, és elméleti szerint a szélsőségesen fenyegető külvilág az anyát erre az arhaikus anyai szeretet fenntartására ösztönzi. Tehát nincs meg az a lépcső, vagy kevéssé van meg az a lépcső, amikor is egyre távolabb kerül az anya a gyerekétől, és egy elhúzódó összeolvadás, vagy szimbiózis alakul. És ez is a holokauszthoz kapcsolódhat? Ez a holokauszthoz kapcsolódhat, illetve nagyon szélsőséges társadalmi traumatizációhoz kapcsolódhat. Hogyha az anya úgy éli meg, hogy a veszélyes a külvilág, és veszélyes a társadalom, igen, akkor azt nem tudja elengedni a gyereket. Igen. Tehát például ugye... Hogy és ez mondjuk az elengedés, vagy nem elengedés, ez kb. Mi ez a hány éves kortól lehet mondani, hogy még nincs elengedve? Ezt kérdezhetnék. Nem nyugodtan kérdezhetnék? Nem, nem, csak hogy... Hogy hány éves kortól... Hát ezt így meghatározni nem lehet szerintem, de azt gondolom, hogy amint beadjuk a gyereket az első állami intézménybe, akkor az egy nagyon nagy lépés. Mert hogy attól kezdve már nem velünk van egész nap, és nem a mi kontrollunk alatt van, hanem ő már a társadalom egyik funkcióját látja el, illetve meg kell tanulnia a közösségben érvényesülni. Na most mondok egy példát magának erre a szorongásra. Ugye elviselhetetlen szorongás keletkezik az anyákban erre reakcióként, hogyha ezt a nehéz elengedést átélik, mondjuk egy második generációs, tehát mondjuk egy született 48-ban egy anya. Olyan erős szorongást él át, hogy mondjuk pánikrohamai lesznek, pont akkor, hogyha a gyereke az óvodában van. Mert hogy azt gondolja, hogy vele biztosan baj fog történni. Mert hogy
hogy mit fog történni, hogy mondok egy extrém példást, hogy gázszivárgás lesz az óvodában, és a gyerekemnek baja lesz. Vagy gázszivárgás. Vagy bármi olyan fenyegetettség élményt lehet átélni a gyereknek, ami, vagy a szülőnek, ami gyereket valósággal nem fenyegeti, vagy általában nem szokta fenyegetni, de mégis az anya azt érheti meg, hogyha nem velem van és nem a kontrollom alatt van, akkor az veszélybe kerül a gyerek. Ez pedig azért van, mert nem tudom elengedni, mert a külvilág nem biztonságos, mert egyszer átéltem, vagy ha nem én éltem át, akkor az anyám átélte, hogy a külvilág nem volt biztonságos, hanem a külvilág az életembe tört. Szóval ilyen, ez tulajdonképpen ez az arhaikus anyai szeretet, ami hosszabb ideig fennállhat, ami fennáll és nehezen oldódik mondjuk az anyáknál. Nagyon érdekes volt, amiket megállapított, ilyen eredeti gondolatokat. Például azt mondta, hogy itt a Freud néhány elméletének a megkérdőjelezése, például azt mondta, hogy ma már nem az ősjelenet. Freud azt mondta, hogy az ősjelenettől szorong a gyerek, mert azt hallja éjszaka. Mert ugye a Freudnak még a szexualitás volt a gondolkodása középpontjában, mert akkor azt kellett megreformálni. Vagy nem is tudom felszabadítani. De ma már nem az ősjelenettől félnek a gyerekek, ma már a körülöttünk lévő számunkra is köztudottá váló társadalmi fenyegetettségektől fél. Csinált is azt hiszem a Virág Teréz egy kutatást valami iskolában, és egy ilyen kérdőívet, van is erről egy cikke, csak azért tudom, tett föl, hogy a Tom háborútól való félelem az hogyan befolyásolja a gyerekeket. Azt is gondolta, hogy tulajdonképpen nem az agresszorral való azonosulás, ami történik a szülőben, hanem ez az anyák szélsőséges ambivalens fantáziavilágát, vagy kötődését az arhaikus anyai szeretetből való jelenségnek tekintette. És persze ennek terápiás következményeit is leírta. Vagyis, hogy azt gondolta, hogy ne az anya-gyerek kapcsolat hibájának feltételezzük, amikor a társadalmi fenyegetettség van jelen a helyzetben, hanem ezt a társadalmi körülményeket is vegyük számításba. Összegezte a túlélők leszármazottjaira jellemző pszichodinamikai képet. Nem mindegyik az anyák szempontjából íródik le. A túlélő, vagy a második generációs leszármazottra jellemző, hogy a tudattalan azonosulás a család meghurcolt tagjával, még akkor is, ha a család ezt titokban tartotta. Ugye erről beszéltem, hogy a szocializmus évei alatt ez nem volt olyan egyértelmű, hogy ezt elmondták a gyerekeknek. Azt figyelte meg, hogy a szorongások sokszor nem állnak kapcsolatban a származással. Az azt jelenti, hogy nem attól szorongok, hogy zsidó vagyok és engem bántanak, hanem egészen mástól. Valami, például attól, hogy elveszítem a gyerekemet, de közben itt a halálfélelem munkál a háttérben. Túlféltő magatartását, ez mind az arhaikus anyaságnak a kérdése. És hát az a jelenség, hogy a gyerekek történtek, azok összekötődnek az anya pszichotraumáival. Ez azt jelenti, hogy ha történik valami a gyerekkel, mondjuk például, megvágja a lábát, össze kell halni, akkor az rögtön aktiválja azt a sebet, ami 30 évvel azelőtt, vagy 20 évvel azelőtt történt vele a háború alatt. És nem úgy fog reagálni, hogy megvágta a gyerek a lábát, és el kell vinni a kórházba, és jó lesz neki, és semmi baj nincsen, hanem valami olyan erős szorongás keletkezik benne, mert hogy összekötődik ez a két trauma a generációkon át. És ezért ideálisan magas szintű feszültséget fog átélni. Ez a második generációra érvényes egyébként. Az egy nagyon fontos mondata volt, én sokszor idézem az előadásainkból is, hogy le kell venni a terhet az anyák válláról. Tehát itt a pszichoanalízisben azért nagyon erősen anya-gyerek kapcsolat központú lett ez a gondolkodás, és azt mondjuk, hogy ugye a korai anya-gyerek kapcsolat, hogyha az rosszul történik, az első három évben, akkor aztán borzalmak fognak történni a gyerekkel, és erről az anya tehet, hisz, mert hogy az anya az, aki a gyerekkel van az első három évben.
És hogy a virágtér meg azt hangsúlyozta, hogy nem kell mindent az anyák nyakába varni. Vagyis hát természetesen, hogy nagy szerepe van az anyáknak, de a társadalmi berendezkedés, meg a társadalmi körülményektől függetleníteni az egészet, az nem jó, vagyis nem vezet, az fals gondolatokhoz vezethet. Egyrészt, másrészt meg úgy vádol, tehát úgy terhelünk meg generációkat, az anyák generációit, hogy annak semmi haszna nincsen, mert szorongva gyereket nevelni az még rosszabb, hogy attól is szorongunk, hogy rosszat fog csinálni. Fontos, hogy különbség van, erről is sok szó fog még esni, az indukált és az aktuális trauma között. Ez azt jelenti, nem mindegy, hogy az aktuális a trauma, tehát én átéltem a holokausztot, én visszajöttem a koncentrációs táborba, vagy pedig indukált, ami azt jelenti, hogy én utána gyereket szültem, és ő neki valamilyen módon ennek a hatását átadtam. Hoppá, ez visszafelé ment. Ja, igen. Leírta a traumaátadás mechanizmusát is. Ugye itt van a Mérei Ferenc utalás lélektana, amiről beszéltem, hogy ezt is még nagyon sok jó magyar pszichológus volt, ez mindig látszik. És mindig forradalmiakat is gondoltak valahogy. Szóval, hogy a Mérei azt mondta, hogy a közömből, ja igen, a Mérei egyébként azt mondta, hogy van egy kis dolog, tehát hogy ez a párstrotótó, hogy valami jelzés, például egy családban van egy történet. Az a történet a családban, hogy egy családi ünnepségen az apuka milyen viccesen értett félre valamit, és mondott egy mondatot, és akkor ez évtizedekre meghatározhatja a család legendáriumát, és már csak annyit kell mondani, hogy az apuka mit mondott, ezt a mondatot. Tehát nem kell elmesélni az egész történetet, hogy mi történt. Ez az utalás. Már ezzel az egy mondattal utalunk az egész történetre, és ez az egész történet pedig már vicces, meg nem tudom, ez mindenki családjában vannak ilyen történetek nyilván. Ettől is család a család egyébként. Vagy ettől is bármilyen közösség. Hát gondolom, hogy ebben a közösségben is léteznek ilyenek. Hát ilyen utalásokon keresztül adódik át a trauma egyik generációról a másikra. Ezek a szavak, mint amit a Kati is mondott, hogy tábor, meg gáz, meg fürdés, meg nem tudom még miket teszem, de több. Ezek a szavak tulajdonképpen bár átlag ember számára nem érdekesek, mert használjuk minden nap. De egy zsidó ember számára nagyon is érdekesek tudnak lenni. És jelentéssel telítődnek. És ez a szó elhangzik, akkor mindenféle ugye olyan múltból előjött történet hozzá kapcsolódik azonnal, és ezért például a második generációban, vagy a túlélőknél én sok ilyet hallottam, amikor még a kútrendelőnek, nem a kútrendelő volt, hanem ez a bizonyos csoport, ez a nem tudom, hogy nevezted, elfelejtettem, Kati. Kutcsafat. Beszélgető csoport. Ez a beszélgető csoport zajlott, ugye, hogy volt olyan túlélő, aki nem vezette be a gázt a lakásába. És ez teljesen érthető. Az ő szempontjából teljesen érthető. Hiszen neki más jelentett az egész történet. Igen, amikor egy ilyen utalás elhangzik, és egy ilyen negatív dologra utal, akkor nagyon megnövekszik, ezt nem tudom, megfigyelték, nagyon megnövekszik az érzelmi feszültség. Tulajdonképpen mindig ez a magas érzelmi szint, ez a feszült légkör uralkodhat a családokban. Mert hogy ilyen agitált, ilyen felhangolt, ilyen hiperaktív, ilyen nyugtalan lesz az ember, mikor ez valahogy érintődik a múlttal. Tehát föl lehet ismerni. Valahogy olyan, vannak ennek jellegzetességei. Igen, és hát azt gondolta a virágtér, hogy ez így is van, hogy hogyan is adódik át a trauma. Hát úgy adódik át, hogy szavak nélkül is jelzi a gyerek számára, ez a felhangoltság jelzi szavak nélkül a gyerek számára, hogy itt valami nem stimmel, itt valami feszültség van, itt valami baj van. És ez az indukált trauma. Ugye nem adom, nem mondom meg, hogy kisfiam, ez történt, hanem adom neki ezeket a hatásokat.
Milyenek is a második generációs tünetcsoportnak a jellegzetességei? Ez az átörökítés tudattalamodait. Most idézek egy külföldi, kezdte Judith Kestenberg, ez egy kanadai kutató, holokauszt kutató. Virág Teréz egyébként kevés külföldi emberre hivatkozott, mert ő, mondom, a saját kutatóiból találta ki, de a Kestenberg az egyik. És szinte az egyetlen. Dina Várdi mellett. Igen, hogy... igen, szóval milyen is ez a második generáció? Már a háború után született, de mégis megkapta valamilyen indukált módon a traumát, valamilyen módon, de ez a trauma már nem ugyanaz. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Nem mindegy, hogy aktuális, nem mindegy, hogy ott voltam-e a koncentrációs táborban, vagy ezt a feszültséget kaptam meg, és a traumatizált légkört és emberekkel való érintkezést kaptam meg. A trauma elhűl azért. Igen, de hogy a második generációban még nagyon élesen benne volt ez is, hogy maguk is megélték ezeket a traumát, mintha megélték volna a traumatikus eseményeket, képekben, álmokban, fantáziákban. Azt mondja, kezdtem, hogy úgy tűnik, mintha egy ilyen időalagút lenne, amikor a második generációnak az életében, amelyben folyamatos jelenlétként belenyúlik a múlt. Tehát, mintha benne élne még a második generáció, még úgy élt, mintha benne élne a háború körüli időkben. Hát ez elég komoly pszichés zavarokat okozott a második generáció életében is, nem csak az első generáció életében. Neurotikus, akár pszichotikus tünetek is. Többször leírták például azt a jelenséget külföldi kutatók is, hogy túlélők leszármazottai pszichotikus tüneteket mutatnak, de tulajdonképpen nem is pszichotikusak. Hogy nagyon könnyen rendeződik ez, hogyha rájönnek arra, hogy ez egy indukált traumától van, és hogy ez a holokauszt szélsőséges borzalmainak az örökségétől van. Ez fontos, hogy úgy érezhette a második generáció, hogy ők a szülők elvesztett személyének a pótlékai. Sokszor volt ilyen sajnos, hogy meghalt a gyereke a háborúban, és hazajött és született egy másik gyerek, és ugyanazt a nevet adta például neki. Ilyen, pont ebben a beszélgető csoportban én ezt sokszor, vagy többször hallottam ezt az ilyen történetet, ami érthető a szülő oldaláról, de a gyerek oldaláról meg egy egészen más feldolgozása van ennek. Ez az emlékmécses szerep, mondta egy izraeli kutató, Dina Várdi. Igen ám, de a második generációnál már van lelkisérülékenység, de magasabb teljesítménymotiváció és empátiás készség figyelhető meg. Egy pillanatra hadd mondjam két másik embert is, de tényleg csak egy kitérés azért, mert szeretném használni majd a terminológiájukat. Ábrahám Miklós és Török Mária 40-es éve, 30-as éve, 37-ben az Ábrahám Miklós, 42-ben a Török Mária, elment Franciaországban, mindketten zsidók voltak, és ott összetalálkoztak és összeházasodtak, és nagyon új elméleteket találtak ki, transzgenerációs trauma elméleteket. Ferenci az egy nagyon analitikus volt, az ő nyomdokai haladtak, és nagyon eredeti elméleteket gondoltak egyébként. Meghaltak mind a ketten elég korán. Ez az ő elméletük, hoppá, ezt most mit csináltam? Ilyet nem csináltam otthon, de nem baj. Az ő elméletük kettő fogalmat emelek most ki, mert nagyon bonyolult elméletük volt, és nem a holokausztra használták. Nagyon érdekes, ott kint a Franciaországban ők nem élték át a holokausztot közvetlenül. Ezt nem lehet, de mindegy, jó, majd nyomhatom. Nem élték át a holokausztot közvetlenül, jó, hanem ők a háborút valami másképp elvették át, és nem a holokausztal kapcsán találták ki, pedig akkor milyen egyértelmű lett volna, hanem teljesen ettől függetlenül, vagy legalábbis nem említették a holokauszt jelenségét. Azt mondják, hogy vannak olyan szélsőséges traumák az életben, amiket egyszer nem lehet feldolgozni. Amiket egyszerűen csak átélünk és elrakunk a lelkünk valami olyan szobájába, jól bezárjuk, hogy ne is tudjunk róla. Ez a kripta, vagy intrapszichikus sír volt, így, ilyen nagyon szép
képpel írták ezt le, ezt a jelenséget. És hát később aztán a tanítványaik a holokausztra értelmezték ezeket egyébként, de ők maguk nem említették. Hogy ez a szélsőséges trauma tulajdonképpen egy hozzáférhetetlen részébe kerül a lelkünknek. És az elmondhatatlan gyász egy olyan sírboltot hoz létre a személy pszichés struktúráiban, amelyben ott található a szavakból, képekből, affektusokból élő reprezentáció, tehát tulajdonképpen feldolgozatlanul ott mocorog. De és igen ám, és be is záródik, tehát nem is emlékszik talán rá az ember, vagy nagyon erősen elfogyja, elfelejti, de valahogy a hatása az ott jön ki abból a szobából. És ez a fantom, mert hogy ugye amikor én ezt átéltem, az a kripta, és nem tudtam mit kezdeni vele, az a kripta, amiben én elzártam. De ahogy a gyerekemnek átadom, az már a fantom. Tehát, hogy a fantom az tulajdonképpen az élmény, hogy a gyerekem azt éli át, hogy valami nagyon nincs rendben, az anyám vagy az apám, az valami olyan titkot rejteget, ami talán nem is tudható, de nem is tud beszélni róla, de a feszültség hatását azt nagyon érzem. Ez az én fantomom. Rosszul vagyok tőle, de nem tudom, hogy ez mi, de én nem vagyok jól. Na és tulajdonképpen ez ugyanaz, mint a második generáció. Ez a Freud tulajdonképpen a tulajdonképpen? A Freud... Ez a fajta elhárítás? Van azt hiszem egy másik szerző, most nem jut eszembe a neve, aki szintén leírt valami hasonlót, hogy van egy olyan erős, van egy olyan jelenség, ami nagyon erős elfogytással jár. Azt hiszem, hogy egyébként azóta megint leírták ezt a... Sőt, biztos vagyok benne, hogy megint leírták ezt a jelenséget. Azóta úgy hívják, hogy kapszula, kapszulába záródik. Tehát, hogy a Freudtól nem különbözik, tulajdonképpen a Freudnak és a magyar pszichoanalitikus gondolkodóknak a továbbfejlesztése. Mikor kitalálta Freud az elméletet, ugye valamilyen sarokköveket meg alapokat adott, és hát természetesen, hogy a generációk következtek a pszichoanalízisben, úgy ők mindig csiszolgatták és kitaláltak újabb és újabb narratívákat, újabb és újabb magyarázó elveket. Tehát ez a fantom. Például lehet egy ilyen deportált felmenővel történő identifikáció, időn és téren kívül eső valami. Összegezve azt akarom mondani, hogy most át fogok térni majd arra a kérdésre, amit önök tettek föl nekem, hogy a mai kor analitikus, hogyha megfigyelik a társadalmakat és a társadalmi történéseket, és nem csak Magyarországon, akkor egyre inkább szembesül az, hogy a traumatikus tapasztalatok azok nem csak az egyén élettörténetéből erednek. Egyébként is a magyarok voltak azok, a Ferenczi Sándor volt az, aki a Freud még úgy gondolta, hogy minden a személyen belül zajlik, vagy legfeljebb a családon belül zajlik, mondjuk lásd Ödipusz komplexus, hogy szerelmes a kislány az apukájának. De már Ferenc már korán azt mondta, hogy nem, mint a társadalmat is figyelni kell. Oda kell figyelni, és számításba kell venni, és nem mindegy, hogy a társadalom milyen körülöttünk. Igen, és hogy az a mai kor analitikusainak a tapasztalata, hogy ezek nem csak az egyén élettörténetéből erednek, hanem a társadalomból, és ennek integrált részei lehetnek a kollektív történelemnek is ezek a tapasztalatok vagy traumák. A traumatikus emlékek rekonstrukciója pedig egyben a történelmi igazság magját is érintik. Tehát itt nagyon fontos, hogy fel kell tudnunk, tehát kell csinálnunk egy történetet ebből a szörnyűségből. Tehát meg kell értenünk és fel kell dolgoznunk, hogy mi történt. És valahogy meg kell békülnünk, vagy föl kell dolgoznunk, elaborálnunk kell őket. Volt egy olyan külföldi kutató, ez nagyon tetszett, hadd olvassam föl, aki azt mondta a poszttraumás stressz zavarra, ami egyébként tulajdonképpen a holokauszt mai diagnózisa, vagy a holokauszt szindróma mai diagnózisa, ez a poszttraumás stressz zavar mondjuk nagy társadalmi megrázkódtatások után írják ezt le.
például a Vörösiszap katasztrófa után, mondjuk, hogy egy nagyon egyszerű és kicsi példát, hogy ezek a tünetek, a holokauszt szindróma például tulajdonképpen a történelem tünetei. A traumatizált személy egy lehetetlen történetet hordoz magában, vagy ő maga válik egy olyan történet tünetévé, amit nem képes teljes mértékben befogadni. Van-e különbség a második, a harmadik, vagy az első, második, harmadik generáció pszichés tünetei között, vagy hogy is van ez az örökítés, vagy hogy van ez? Ugye az első generáció ezzel a hasonlattal még a kriptához állt trauma. Tehát hazajött és elfelejtette, eltemette, és családot alapított, és élt tovább. A második már a fantom generációja, amely sokszor megnevezhetetlen. Nem beszélünk róla, egyébként a demokratikus országokban sem beszéltek róla. Tehát ez nem magyar sajátosság volt, hanem sehol nem lehetett, évtizedekig nem tudtak megszólalni a túlélők. Mert hát ez olyan szélsőséges trauma volt. A harmadik generáció például mi, már beszélni kezdett. Tehát 40 év után, vagy mit tudom, 30 év után, 35 év után elkezdett beszélni a Virág Teréz is, és egy csomóan elkezdtek beszélni, és csoportok lettek, és társadalmi tudósok elkezdtek erről gondolkodni, Magyarországon is, és egy csomó olyan történet lett, hogy kommunista szülők lettek a túlélők, és hogy nem hallgatták, hogy ő zsidó származásúak, és a gyerek az iskolából tudta meg, és hogyan traumatizálódott, és mi történt vele, és ez egy igazi trauma volt akkor neki az, hogy ő nem tudta, hogy ő zsidó származású. Erről is tanulmányok meg kötetek születtek Magyarországon is. A trauma elméletek azt mondják, a nemzetközi trauma elméletek is egyébként, hogy nagy szerepe van az események utólagos átgondolásának, újraértékelésének, és ennek során az összefüggések belátásának, és a történtek valamilyen mértékű megértésének. A harmadik generáció már nem szenved úgy, ő már gondolkodik, és ha vannak is transzgenerációs tünetei, ő már látja a szüleit, hogy ott vannak trans, és ő már meg tudja védeni magát a megértés által ebben. És hát mi történik a negyedik generációban? Képzeljétek, most, hogy így készültem egyébként erre az előadásra, alkottam két fogalmat. Az egyik az átbeszélő múlt, és a másik az emlékező múlt. Hogy az átbeszélő múlt, az még az, amikor én mondom, hogy mi történt velem. És az emlékező múlt, ahogy a generáció zajlanak és telnek el az évtizedek, és ez már az emlékező múlt, mert már nem velem történt, már nem is az anyával történt, hanem a nagymamával, vagy a dédnagymamával történt, és egy picit ez így relativizálódik, mitologizálódik, és már nem úgy fáj. Az a szülő, vagy az a gyerek, aki tudja, hogy az anyja mit élt el például, az nagyon könnyen, már a bűntudattól is, hogy ő meg tudott születni, a testvére pedig meghalt, és egy csomó olyan története lehet, ami pluszban traumatizálja őt. Viszont a negyedik generációban már át kell vennie az emlékező múltnak, elaborálni kell, fel kell dolgoznunk, és tudnunk, és ezért nagyon fantasztikus, hogy önök megkérdezik azt, hogy és akkor hogyan beszélünk a gyerekeinknek ezekről a kérdésekről. Na, hogy mi is van a harmadik és negyedik generációval, hetedíziglen öröklődik? Ugye a Biblia azt mondja, hetedíziglen. Hát az elég kemény, nem? Ez elég szigorú. A Virág Teréz egyébként azt mondta, negyedíziglen, és pont itt vagyunk a negyedik generációnál. Igen, szóval a szemezetközi szakú... Mint rabbi. Mennyire van, sosem hetedíziglen. Nincsen. Csak negyedíziglen a Bibliában. Köszönöm, én valahogy mégiscsak ezt egy Biblia idézettem. A kizmácsa, a párma megvizsgálatnak összesen. Hetesnek sem van nincsen. De jó, pedig én valahol ezt több helyen gondoltam, sőt, kézzelj el, hogy ma még utána is olvastam, és mint a lett volna, de van. Valami a családi
A család az új szövetségben valószínűleg. Ja, lehet. Az nem tartozik hozzá. Igen, valószínűleg hozzá. Bocsánat, én úgy olvastam, és úgy tudom, hogy Virág Teri mondta, hogy 7500-en ölök meg, hogy 7 generáción keresztül. Én nem erre emlékszem, de ezzel már nem vittem, tehát hogy lehet. De azért ez fontos. Igen. Nem mindegy, hogy negyed vagy hát ez az. Na de hát most fogjuk megbeszélni, hogy magunk szerint hogy van ez. Hát nem? Szerintem... Jó, végigmondom, most már nem olyan sokan állnak. Igen, szóval azt mondja a nemzetközi szakirodalom, hogy a harmadik, negyedik generáció esetében egyértelműen gyengébbek a hatások, hogyha vannak is. Ilyen, hogy harmadik generációs tünetcsoport, ez már nincsen, hogy ezt nem lehet felfedezni, ezt már nem lehet leírni. Az unokák és a dédunokák generációja teljesen másképpen viszonyul a zsidó identitáshoz és múlthoz. Távolságra került a holokauszt története tőlük. Legendaszerűvé vált. Az emlékek majd én megoldom. Vagyis nem. Igen, szóval az emlékek a traumás élménytől való pszichológiai távolság mértékétől függenek, és attól egyébként átrendeződnek. Tehát vizsgáltak ilyen narratív tartalomelemzéssel is, szövegeket, interjúkat ebből a szempontból is teljesen más szisztémát mutatnak a első, másod és harmad generációban ugyanazon emlékeknek a felidézése. No, konkrét tanácsok. Hogy én ezen egy elgondolkodtam, és lehet ezekről vitatkoznom majd, vagy beszélgetnünk inkább utána, hogyha én különálló leültetem a gyereket, hogy gyere Pistike, és létszes hallgass meg, ez történt a nagypapával, és hogy így hagyd meg, az egy nagyon traumatizáló, na ez az indukált trauma, hogy én leültetem, és akkora jelentőséget, és nyilván érzelmet is fogok tulajdonítani neki, mert az én nagypapámról van szó, és az borzalmas, és az fájdalmas nekem. Nem kell ilyen külön alkalmakat teremteni, hanem belenő a gyerek ebbe az identitásba a mai, de hát ezek majd önök nekem segítenek, ezt Rabbi úr is elmondja, hogy is van ez. Hogy a holokauszt az már a történetben van benne, akár mi is, akár hogy is, a történet, a zsidóság történetének a részévé vált, az emlék, a történelem, így van, az emlékező múltunkban van már. Nagy részt. Még vannak tanúk, még vannak szemtanúk, akik átélték. De már nagy részt sajnos ők meghalnak, és az a generáció már nem él lassan, aki közvetlenül tapasztalta el. Igen, szóval hogy a származásról való tudás, hogy ugye, mint mondtam, ez a szocializmus évei alatt való elhallgatás, meg kell illeszteni azt, hogy ugye gondolom, hogy ez nem kérdés, hogy a származásunkról beszélni kell. Beszélni kell, egyáltalán beszélni kell. Tehát, hogy az a gyerek nőjön bele a 0-3 éves kortól, akkor is egyébként, ha nem vallásos az illető család, hanem csak a származása, akkor is, ha részben a származása. El kell mondani a szülőknek az ő történetüket. Ők érkeztek valahogy, két felnőtt ember találkozott, és egy család lett belőle, és a családban született egy, kettő, öt gyerek, és azok a gyerekek két történetnek a kereszteződésében vannak, és viszik tovább, és azok a vacsoraasztalnál, hát nem erről van szó, hogy a nagypapa az így fogta a kanalat, csak a forró levest szerette, vagy a nem tudom, és akkor ez egy történetté válik, a családi legendájának a történetévé. Nem kell ezt külön hangsúlyozni, mert a külön hangsúlyozás arról állunkodik, hogy nekem bajom van még vele. És erre kell nagyon figyelni, hogy ha nekem bajom van, akkor mi van? Figyelni kell arra, hogy a gyerek mentálisan milyen színvonalon van. Ha 3 éves gyereknek nyilván másképp beszélek arról, mint egy 10 évesnek, és mások lesznek egyébként a kérdései is a 3 évesnek, nyilván, mint a 10 évesnek. Hiszen a 10 éves már a társadalomban él, és akkor ő neki megtanulja, és több kérdése. Ha valaki úgy érzi
ez a tudatosság, hogy ma már nagyon sok tudatosságot vihetünk bele az életünkbe, hiszen olvashatunk is róla, meg filmet is nézünk, meg beszélgetünk is róla. Ha valaki úgy érzi, hogy nem jól kezeli ezt, arra figyeljen, és kérjen segítséget, vagy ha kapaszkodjon a társába, a párjába, és együtt beszélgessenek. Ha ez a nagyon erős, ez nagyon jellemző, az a felfokozott érzelmi szint, ami jellemzi az embereket, hogyha valahogy, akkor figyelni, az valahogy nagyon jelzőértékű. Egyszer járt hozzám, nem egyszer többször, de járt hozzám egy 30 körüli zsidó lány, akinek két gyereke volt, és sokszor adta oda a nagymamának a gyereket vigyázni. A nagymama már 20 éve nem mondott ki ez a drága. Már ő is tud valamit. A nagymama már, és biztonságban van. A nagymama már 20 évvel nem mozdul ki a lakásból, mert olyan pánik, olyan közlekedési fóbiája lett már, ő második generációs, és csak holokauszt irodalmakat olvas meg erről beszél, meg nagyon erős szorongások vannak a családon, és minden egyes ilyen utaló probléma, hogy például, hogyha valami történik, ugye ahogy mondtam, sokkal nagyobb jelentőséget kap, mindenki nagyon agitált, mindenki nagyon izgatott volt állandóan a családban. És ez a nagymama a holokausztról szóló képeskönyveket az alsó polcra tette, hogy a gyerek, aki már másfél éves, az lehetőleg húzza onnan ki, és nézegesse a képeket. Jaj. És akkor szólt neki a harmadgenerációs anyuka, mert ő már szólt neki, hogy hát nem kellene odarakni, mert hát az én gyerekem az úgy fog, az ő te unokád és az én gyerekem az úgy fog értesülni erről, ahogy ő még nem. És a nagymama azt mondta, hát meg kell tudnia, tudni kell, hogy mi zajlott. Ugye, hogy mekkora különbség van a másodgeneráció problémái és a harmadgeneráció figyelme között. Még egy kis tanács, lassan befejezem. Még egy kis tanács. Ne csak az elméletekhez kössük a gyereknevelést. Kell tudatosság, de nem, tehát az is nagyon le tudja pénítani az embert, ha mindig. Most már azon szorunk, hogy ezt jól csinálja. Ezt lehet ennek egy természetesebb módja is. A beavatás a saját családtörténetünktől is függ, meg a saját családtörténetünk. De az a saját családtörténetünktől is függ. Mi történt? Mi hogy kaptuk ezeket a történeteket? Ma hogyan él felmenőinkben? Hova tartozunk? Nagyobb társadalmi szinten is. A traumafeldolgozáshoz tehát kell egy ilyen koherens emlékezet kontinuum, és a jövőnek egy biztonságos képzete. Itt, igen, ez fontos, ez a negyedik ennél már főként emlékező mutat kap, igen, ahogy mondtam, és a szorongást, mint vívőanyagot. Tehát azon dolgozunk, hogy ezt a szorongást tudatosodjon, tudjuk, hogy innen jön, és valamilyen módon kontrollálni tudjuk. És hát a közösség ereje. Az nagyon fontos a feldolgozásban, mert a közösségben az feloldja az egyéni traumákat. És kicsit magasabb szint, távolítja, nem magasabb szinten, távolabb kerülnek az egyéni traumák is. Közösen lehet erős, közösen lehet feldolgozni, és akkor már az egyéni trauma nem lesz olyan szorongató, csak nem látom az utolsó sort. Egyébként én azt gondolom, hogy ezeket a szorongásokat, hogy ma már azért nem kell félnünk, a háborút mi már nem éltünk. Nem úgy kell félnünk. A háborút nem éltük át, és van Izrael, én ezt nagyon fontosnak tartom, lehet, hogy ez olyan evidencia. De az nem volt, amikor a második világháború volt, nem volt az otthon. Igaz, az otthon ez a mi otthon itt is, de ha az anya ott van, ahova én elszaladhatok, és ez nem ismétlődhet, azért az egy nagyon nagy biztonság. Lehet, hogy ezt én misztifikálom, ezt én gondolom. És végezetül szeretnék... Hogy ugye kisebbre veszed. Nem kell, mert már csak 7 szlájdon, ez elhagyjuk. Köszönöm szépen. Nem kérdezik el. Nem kérdezik el. Egyébként ott valamit csinálni. Úgyis. Jó, hát köszönöm szépen. Nagyon köszönöm.
Igen, hogy nagyon, igen, hogy szeretnék egy pár szóra, most visszafelé, most fölfelé szeretnék menni, de ezt még meg fogom oldani. Hoppá, nem megyek. Na, szóval, hogy a társadalom és a gyereknevelés, azt hiszem az van odaírva, csak most nem érkeztem meg, hogy a társadalmi környezet és a gyereknevelés. Ha demokratikus körülmények között történik ez, akkor biztonságban vagyunk, ugye? Tehát, hogy úgy beszélünk erről az egész történetről, hogy ez nem, azt érezzem közben, hogy ez nem történhet meg. Hogy ez az én gyerekem már biztonságban van. Ugye rengeteg olyan írás, gondolkodás volt, hogy az egy nagyon erős, traumatizáló pillanat, hogy nem tudom megvédeni a gyerekemet. De az én gyerekem ma biztonságban van, hogyha egy demokratikus körülmények között vannak. A például a zsidó kisebbség tagjai. Ha viszont egy diktatórikus vagy diktatórikusnak tűnő társadalomban van az ember, akkor mi történik, ahogy azt mondtam? A jelzések, az utalások. Lesz egy emlékmű, de miért is lesz? Azt mondják, azért lesz egy emlékmű, mert a németek is meghaltak, vagy mit tudom, vagy a magyar katonák is meghaltak. De az bennem nem azt jelenti, az bennem azt jelenti, hogy engem fenyegetnek, hogy nem ismerik el a szenvedésemet. Mi történik? Izgatott leszek, agitált leszek. Szorongatik el, hogy ez így hogy van? Hogy van ez a mai társadalom, hogy akkor én megkérdőjeleződik? Az én szenvedés történetem, az én népem szenvedés történetem. Az megkérdője, az már viszonylagosan válik? És ez bizony manipulációkra adhat okot, mert egy ember, aki traumatizált, az hogy fog erre reagálni? Akkor is, ha már tökre integrált, és egyetemi tanár, és akadémikus. Az egy picit differenciálatlanul fog reagálni, azt mondja, hogy elkezd ordibálni, meg elkezd, most már igazán megvághatták, már a végét már csak három perc. Nem, viszont lehet, hogy az már, és akkor a differenciálatlanul reagálok, akkor lehet mutatni, hogy te vagy az, aki nem tud rendesen viselkedni. Szóval nagyon érdekes ez, ahogyan lehet ezzel egy picit még ma is. Tehát nincsen már holokausz szindrómánk. Az már nincsen. Azt hiszem, nincsen. Vagy nyomokban van, vagy nem tudom, majd a Kati segít nekem ebben a beszélben. De azért meg lehet bizonyítani a sebb helyet. Na, tehát ez a lényeg. Ezért kell hagyni egyébként a bántalmazott családok és ilyenek ellen, mert a sebb hely mindig ott van, akkor is, ha utána egy nem tudom, és hogy lehet azzal játszani. Míg a Virág Teréz a második, harmadik generációt, főleg a második generációt vizsgálta, mert hogy ugye akkor ők voltak, akik hozzáfordultak, addig a negyedik generációnak a dolga az, ez az emlékező múlt áttevés, a teljes elaboráció, a teljes feldolgozás lesz, vagy az lehet. A fantomoknak a végleges felszámolásnak, amelynek pozitív kimenetele is lehetnek, ezt a nemzetközi szakirodalomban olvastam, a kettő ilyet írnak le, a trauma mint metafora. Az egyén képes szabadon felhasználni a trauma emlékét az aktuális problémai feldolgozására és kifejezésére. Ugye a nehéz örökség metaforaként szolgál a nehéz helyzetek megoldásában, segít a belső élmények rendezésének, tehát bölcsességé válik a fájdalom. Értik el, hogy az a bölcsesség, hogy én már látom, hogy mi történik, és nem megyek bele, és mondjuk szobrász leszek, és csinálok három olyan szobrot, vagy mondjuk én valami olyan tudással rendelkezem, amivel lehet, hogy nem mindenki rendelkezik. És a másik, amit a szakirodalom mond, és az a cselekvéses tudás, ez a legmagasabb szintnek írja le, hát ez nem magyar volt egyébként, de leírható ez Magyarországon is, de én nem biztos, hogy egyetértek vele, de ez azért elmondom. Ez amikor a tudásból tett következik, a túlélő nem csupán ismeri a tényeket,
de azt is tudja, mit kell kezdeni velük. Egyéni tudását politikai és társadalmi cselekedetekben juttatja kifejezésre. Hogy ez ellenállás, meg hogy megmondani, meg nem tudom. Igaz, de ezen lehetne még gondolkodni. Én ennyit szerettem volna most elmondani, és akkor nagy szeretettel várjuk Katival a kérdéseiket. Biztos nem elég tanácsot mondtam. Nagyon igyekeztem ilyen konkrétumokba lefordítani a gyerekneveléssel kapcsolatos kérdéseket, és biztos sok kérdésük van még, ezért várom önöktől azt, hogy megkérdezzék is. Köszönjük szépen!